Megérkezett az állami ünnepség helyszínére dr. Salacz László országgyűlési képviselő. Képviselő úr biztosan ismeri a Magyar Érzelmű Kormorán együttes azon dalát, amelyben azt éneklik, hogy míg a földön ember él, a költő visszatér. És hát itt vagyunk Petőfi Sándor szülőháza mellett, 200 évvel később, ugye akkor született 200 éve költő géniuszunk, és hát itt rendezik meg az országos díszünnepséget. Mit kell, hogy jelentse, mit jelent Petőfi Sándor nekünk? Petőfi Sándor jelképezi a magyar nép lelkét, ez a romantikus hevületű szabadságszeretet, ez jellemzi Petőfi Sándort, és ez jellemzi az egész magyar társadalmat. Nagyon fontos, hogy Petőfi szellemét továbbra is élénken tartsuk, hiszen 175 évvel a forradalom szabadságharc kitörése után, 200 évvel Petőfi születése után továbbra is ugyanazokkal a kérdésekkel szembesül a magyar társadalom, a magyar nemzet, mint amivel korábban. Mit üzen honfitársainknak határon innen, és szerintem a mostani időben fontos, hogy határainkon túlra? A legfontosabb érzés az az összefogás, az a hazaszeretet, ami jellemzi Magyarországot, illetve a magyar a határon túli területeket is, és ezt az érzést, ezt nagyon fontos, hogy a mai napig is bennünk éljen, hiszen a határon túli magyarsággal való együvé tartozás, ez jellemzi legjobban a mai kor emberét, és ez kell, hogy jellemezze a mai kor emberét. Hogyan kell értelmezni március 15-e szellemiségét most 2023-ban? Rengeteg párhuzamot lehet felfedezni a két időszak között, hiszen mit kívánt a magyar nemzet 1948-ban? Békét, szabadságot, és ugyanezt kívánja most is a magyar nemzet. Azt kívánja a magyar nemzet, hogy ne vigyék a határon túlra a magyar katonákat, idegen hatalmak, idegen háborúba ne tudják belesodorni Magyarországot, és ezt a szellemiséget, ezt fent kell tartanunk, és ez a szellemiség kell, hogy áthassa a magyarokat a kicsiktől a nagyokig.